gondolkozni egy megoldáson. Elkezdünk gondolkozni egy megoldáson. És mi lenne az a megoldás? Le kell ülni az oroszokkal, és meg kell kérni, másképp mondom. Van egy sztori, van egy jó sztori ezzel kapcsolatban. Van két anya, és mind a két anyának van egy gyereke. Az egyiknek szüksége van a csodanalasnak a héjára, a másiknak szüksége van a csodanalasnak a magjaira, oké? Okay? Ezek agyba főbe verik egymást, hogy kié legyen a csodanarancs. Ha leülnének beszélni, akkor megértenek, hogy egyik csak a magukat akarja, a másik csak a héját akarja, és a narancs fúsát ezt el lehet adni, meg lehet rajta osztozni, lehet belőle narancsjúzt csinálni, pénzt lehet belőle csinálni, és mind a két fél tudna belőle profitálni ebből a dologból, ha kommunikálnának egymással. De ez először is az kell, hogy kommunikáljuk. Mert a probléma az, hogy mindkét oldalon, főleg a nyugati oldalon, aminek a kritikájával foglalkozok, igen sokan vannak, akiknek a megérhetése azon múlik, hogy ne kommunikáljanak, hogy ne legyen megoldás erre a problémára. Hát